Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, ismét itt vagyunk a Kávéházban, ez a Kávéházi Rendezvú. Ezúttal vendégem Ónodi Szabolcs, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium nyugalmazott igazgatója. Tisztelettel köszöntöm, tanár úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm én is a meghívást. Én nagyon jó szívvel gondolok a Bonyhádi Gimnáziumra, ahol én érettségiztem, és ahova ön vett föl engem egyébként harmadikos gimnazistaként, tehát én az utolsó két évet jártam ott Bonyhádon. Úgyhogy nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem azokra az évekre. Örülök neki. Tanár úr, hogyan indult ez, hogy ön a tanári pályát vesztette? Ugye földrajz és testnevelés? Biológia, földrajz, testnevelés szakos tanár. Egy értelmiségi családból származom, az Alföldről. Négyen voltunk testvérek. Az édesapám az francia-magyar szakos középiskolai tanár volt, aki egyben érettségiztetett is. És hát elég nagy volt az inspiráció ahhoz, hogy a négyünkből kettő tanári pályára ment, egy orvosnak ment, egy pedig agrármérnöknek ment. Úgyhogy ez kézenfekvő volt, csak abban az időben még területi elosztás alapján ment a felvételi, úgyhogy én Szegeden felvételiztem biológia kémiából, és hát abban az időben ilyen volt, hogy ha a családban egy pedagógus pályán volt már, és pedagógus család, akkor nem vettek föl, és akkor elmentem dolgozni a Vasipari KTSZ-be, és a következő alkalommal Pécsre viszont fölvettek. És akkor ott már ilyen párosítás nem volt, és mivel atlétizáltam, sportoltam középiskolában, így a testnevelés volt kézenfekvő. És akkor Pécset végeztem, biológia földrajz testnevelés szakon, és ezt követően, amikor már tanítottam, akkor végeztem el a tanári kiegészítőt a TIEF-en. Úgyhogy úgy szereztem meg az egyetemi diplomát. És hol tanított először? 0 kilométeres tanárként Belecskán kezdtük egy évet. Igen, egy évig. Ott tanítottam, egy nagyon jó hangulatú, csodálatos kis általános iskola volt. Egy Füredi János, nagy tiszteletű igazgató úr, minden csínyát, bínyát a pedagógus szakmának beavatott, és egy év után Pincelyre kerültem, és akkor egészen 1975-ig Pincelyen tanítottam. És akkor 75-ben kerültem át Bonyhádról gimnáziumba. 75-ben. És meddig tanított Bonyhádon, illetve te igazgatóként? Folyamatosan dolgoztam, és az utolsó 14 évben pedig már igazgatóként vettem a dolgomat. Ezt az időszakot kaptam ki én is, igen, mint sokan mások. Nagyon jó tesi órákat tartott a tanár úr, hát hadd mondjak el egy személyes élményt. Úgy indult mindig a testnevelés óra, hogy bizonyos meghatározott idő alatt motiváció gyanánt ki kellett érnünk az egyébként remek atlétika pályára. Ha nem értünk ki, akkor egész órán futottunk. Ha esetleg kiértünk, akkor jutalomból fogocskázhattunk, ami azt jelentette, hogy szintén egész órán futottunk. De nagyon jó volt. Tehát remek, tényleg nagyon jó volt. Én nagyon-nagyon szerettem a gimnáziumot. Mi volt az, ami úgy először meghatározta ezeket a gimnáziumi éveket az ön szemére? Milyen volt ott először Bonyhádon? Tanítani? Igen. Hát egy kicsit távolabbról ismertem én a Bonyhádi gimnáziumot, mert 64-ben tanítási gyakorlatra Pécsről ide kerültünk a Vörös Martiba, Kaszab Lajos tanár úrhoz. És akkor ugye utolsó évünkben gyakorló tanárként akkor hospitáltunk, kijártunk, úgyhogy én innen ismertem meg a Boros Dezső bácsit, mert nála is hospitáltunk annak idején. És akkor láttam a gimnázium tárgyi feltételeit, és amikor kikerültünk tanítani Pincelyre, akkor én a TF-re beiratkoztam mindjárt edzőire, úgyhogy megcsináltam a labdarúgást, atlétikát, tornát, tehát 6 évig én a TF-re jártam, és edzősködtem is Pincelyen. És a megyei tanácsnak a sportosztályán a Harsányi Laci fölkért, hogy edzőtáborba menjek edzősködni. Úgyhogy én lejártam már a 60-as évek végét, 70-es évek elejétől a nyári edzőtáborokba, a Bonyhádi gimnáziumba. Ott ismerkedtem meg Schwarz Tiborral, ott láttam a tárgyi feltételeket, tehát igazán kellemes élmény volt. Bár megmondom őszintén, hogy semmi
jelenem volt annak, hogy mi ide jövünk tanítani. Csak úgy adódott a helyzet, hogy az elődöm, Szabó Miklós nagyhírű atléta edző, Szekszárdra bekerült edzőnek, és akkor pikpakra megüresedett az állás, és akkor a Schwarzibon igazgató úr megkeresett Pincelyen és hívott. És hát én meg örömmel vállaltam, mert hát egy paradicsom volt edzőnek, testemelőnek, ilyen tárgyi feltételek, úgyhogy örömmel jöttünk. Feleségemmel együtt, aki szintén. Igen. Testnevelést. Igen, biológia, földrajz, testnevelést. Igen, ő is tartott nekünk órákat, nagyon, nagyon ikonikus személyiség egyébként. A Bonyhádi Gimi valamiért egy picit nekem ilyen kuriózom, hogy tényleg olyan ikonikus tanárok vannak benne, akikkel mindig van valamilyen történet. Tehát mint a régi időkben egy picit, ahogy mondjuk egy szociográfiát elolvasunk. Tehát tényleg van egy ilyen ikonikus történet mindenkivel szinte. Most hogyan él Bonyhádon? Hát nagy tisztesség számomra, hogy az egyház fölkínálta, hogy továbbra is a szolgálati lakásban lakhatunk, tehát nyugdíjasként is. Közel van egészen az iskolához. Ez egy tercián van, igen, egy telken van. Tehát 75 óta mi ott lakunk. És amellett a bonyhádi közéletbe szerepet vállaltam már korábban is, nem csak képviselőként, hanem ilyen társadalmi megbizatásból csináltam egy borbarátkört innen most már 25 éve. Aztán baráti körök kialakultak, ismerőségkörök ott kialakultak. Tehát úgy is mondhatnám, hogy egy kicsit lubickolunk ebben a kisvárosi létben. Igen. Rendkívül jól érezzük magunkat. Nagyon kis pezsgő város lett egyébként Bonyhád. Igen, igen, egy nagyon kellemes kis város. Sokat fejlődik, nagyon kedves emberek lakják, és tanárként pedig a leglényegesebb, rendkívül tehetséges emberek sokasága. Tehát volt lehetőségem rálátni közel 40 évig, bárki megszólított gyerekeket és komolyan vette, pikpakra kinevelődtek országos szintű teljesítménnyel. Lehetett az zeneiskola, lehetett az sportkör, lehetett az bármi. Nagyon tehetséges náció lakja. Úgyhogy én nagyon örültem, amikor egyszerűen, akit megszólítottam, szívesen beállt a sorba, szívesen csinálta, amit kértem tőle. És hát nagyon sok sikert értünk el. És ez mindig erőt ad. Ez különben csak alátámasztani tudom, tehát én emlékszem az első beszélgetésünkre, hogy nagyon aggódtam, hogy egy ilyen nagy neves gimnáziumban megy az ember, ugye fiatalként, és nagyon nagy szeretettel fogadott engem a tanár úr, és ez nagyon sokat hozzáadott az életemhez. Hogyha ki kellene emelni ilyen kis emlékképeket, mi az, ami mondjuk olyan meghatározó a gimnáziumi évekből? Hát ezer dolog. Ezer dolog, ugye? Eszembe ilyenkor hihetetlen karizmatikus kollégák. Úgyhogy nem csak a tanóráknak a ilyen vonatkozású minősége, hanem az azt követő szabadidős tevékenységekben is. Együttlétek, nagy beszélgetések, nagyon sokat gazdagodtunk kölcsönösen egymástól. És ami nagyon lényeges volt, talán ami kicsit kiemelte a többi oktatási intézmény közül, hogy megtanultunk egymás sikereinek örülni. Tehát nem voltak ilyen féltékenységek, hanem inkább ez annyira jó eső érzés volt, Amikor igazgató lettem, akkor megállapodtunk ilyen alapvetésekben a tantestülettel, hogy minden olyan többletmunka, amely nem tanórán dől el, de hangos sikert hoz, azt jutalmazzuk. És akkor, hogy nehogy félreértés legyen, hogy itt valaki libling vagy valami csoda, ezért mindig a tantestület előtt történt. Megjöttek a hétvégére a versenyről, akkor hétfőn nagy szünetbe beszámolt a kollega, és akkor én mindig írtam a vendégkönyvébe. Ez azt jelentette, hogy ödegre össze volt készítve a borítékban a jutalom, és akkor nagy nyilvánosság előtt átadtuk, és megtapsolták a kollégák. Úgyhogy ez nagyon jó eső érzés volt, és ez erőt adott mindenkinek, hogy érdemes csinálni.
úgyhogy kezdetben többségében a matematika tantárból voltak hangos sikerek, de aztán végén szinte minden tantárból rájöttek a kollégák, hogy ha tehetséges gyerek van, akkor a tehetséggondozás egy alapvető tevékenység. Aztán volt egy nagyon érdekes áttörés ezen a területen, amire talán büszkék is lehetünk, azt hiszem az országban egyedül csináltuk. Kitaláltunk egy ilyet, hogy csillagprogram. Ennek pedig az volt a lényege, hogy ha valaki talál egy nagy tehetséget bármilyen területen, lehet az ének, zene, sport vagy tantárgyi ismeretek, akkor nem kell megvárni, hogy legyen. Ha egy Einstein talál, akkor ne keresünk még mellé 15 Einsteint, mert nem biztos, hogy találunk egy ilyen kis iskolába. Na most, ezeket nem lehet felkészíteni tanórán. Ebből adódik, hogy csak többletórával lehet, ezért olyat csináltunk, hogy az utolsó két évben azok a tehetséges gyerekek, akik országos szintre készülnek föl, azokat csillagprogram keretén belül, délelőtti tanítási rendben a korepetitor tanárok fogadták őket a könyvtárba, és felkészítették őket. Tehát így nem a szabad idejükben, nem délután, és nagyon jó hatása volt. Tehát mind a gyerekek része, mind a kollégák része, úgyhogy elég hangos sikerek voltak. Mit gondol egyébként, mi a nyitja annak, hogy a gyerekeket, mert tényleg egyébként a Bonyhád Gimnázium kiemelkedő ebből a szempontból, tehát rengeteg tehetséges ember a felnőtt életben is, nagyon tehetséges emberek végeztek ott, akik mind motivációt kaptak abból, hogy oda jártak. Mit gondol, hogy mi lehet annak a nyitja, hogy ez így alakult? Tehát nyilván jó az anyag, gondolom. Na most, hát nagyon egyszerű, ez is számomra teljesen evidens volt, hogy egy nagyon kis településekből álló beiskolázási körzetünk van. Tolna megye az országban az egyik legkisebb megye. Na most ebből meríteni úgy, hogy véletlenszerűen beesik egy gyerek, tehetség egy gyerek, vagy nem esik, vagy ezt nem tehetjük meg. Ezért kitaláltunk egy olyat, amikor az Arany János tehetséggondó programban részt tudtunk venni, vagy megnyertük a pályázatot. Kitaláltunk egy olyat, hogy kollégák párosával fölkarolnak általános iskolákat patronálóként. Ez azt jelentette, hogy ők kimentek ezekbe az iskolákba, délelőtti tanítási rendben, előtt az igazgatókkal megbeszéltük, és akkor ott megismerkedtek a későbbi gimnazistákon, a hetedikes korukban. És akkor hívtuk őket, akkor szakköröket vezettünk nekik, akár helyszínen, akár itt bent. Aztán nagyon fontos volt, hogy akit megszólítottak, az nem csak az osztályfőnök volt felelős érte, hanem aki kiment és megszólította ezeket a gyereket, hogy jöjjenek. Tehát ezért egy olyan szeretetteljes környezet fogadta be őket, amely egy kicsit átsegítette az iskolaváltáson. A másik, ami nagyon fontos volt ezen a területen, hogy megbeszéltük a tantestülettel, hogy ha felvételiztetünk, ha belenézünk a gyerek tekintetébe, és azt mondjuk neki, hogy mi együtt biztos eljutunk az érettségig, akkor nincsenek bukások, akkor már ne csináljunk olyat, hogy menet közben meg kiderül, hogy mellé lőttünk. Tehát önmunkat minősítjük, hogyha egyszerűen kudarcot van valamelyik gyerek. Ebből adódik, hogy nem engedtük, nem hagytuk, hogy valaki lejtmenetben legyen. Ha egy gyenge osztályzata volt, akkor első alkalommal a szaktanár, második alkalom az osztályfőnök és a szaktanár, ha nehogy Isten volt egy harmadik alkalom, akkor pedig már az igazgató is közbelépett. Nézzük meg, mi az oka. Csak a végére jártunk, akkor elmentünk családot látogatni. Ha kellett fegyelmi tárgyalást csaptunk, mikor kiderült, hogy link a gyerek, vagy valami probléma van. Tehát fogtuk a kezüket. Én ezt tartom legnagyobb értéknek, hogy nem csak hívtuk őket, hanem végig is kísértük őket érettségig. Ehhez kellenek olyan tanárok, akik tényleg ilyen hivatástudattal rendelkeznek. Tehát szerintem a tanári szakmára a leginkább jellemző az, hogy ezt hivatásnak kell érezni, vagy tekinteni. Ugye minden szakmában benne kell lennie az embernek, a lelkének, a szívének, de itt talán még jobban. Na most nyilván butaság lenne, hogyha azt a látszót kelteném, hogy ez mennyország. Számos konfliktus itt is volt, tanár-diák közt, tanár-tanár, diák-diák közt. De ezt megpróbáltuk mindig úgy kezelni,
hogy ebből győztesen kerüljön ki mind a két fél. Most mondok egy nagyon egyszerű estet. Konfliktusba keveredett az egyik kolléganő diákokkal, és hát a szülők fölháborodva jöttek. És hát elmondták, hogy most aztán itt a vég, mert aztán milyen méltánytalanság érte őt. Próbáltam meggyőzni őket, nem sikerült. Aztán megkértem őket, hogy menjünk ide a gimi elé. Késő este volt már a szülő értekezett után, kivilágítva a főépület. Mondom, próbáljuk értelmezni, mi van ide kiírva. Hát előtt azt mondja, hogy viccelődök, és akkor mondom, hogy na próbáljuk csak értelmezni. Evangélikus gimnázium, tehát ez egy egyháziskola. Ez nem mennyország, tehát nincsenek angyalszárnyak a bejáratnál. Tehát itt becsaptunk bárkit, hogyha azt gondolta, hogy itt aztán mennyország lesz. Itt ugyanolyan szürke, hétköznapi emberek járnak gimnáziumba, akár diákként, akár tanárként, akár igazgatóként. Tehát ebből adódik, hogy a mi feladatunk nem az, hogy egyszerűen elhitessük a felnőtté válás időszakban, hogy havajdizsi, itt aztán minden gömbölyű, hogyha bárkit bármire kapva, például mások a bástyát elé fogják tolni, vagy a pártat. Ebből adódik, hogy a mi feladatunk az lenne, hogy elhitessük velük, hogy másnap is följön a nap. Tehát szabad megbocsájtani, szabad egyszerűen elfogadni, és akkor töltjük be aztán a hivatásunkat, hogyha fölvértezzük őket azok az eszközökkel, hogy a méltánytalanságból hogyan lehet emelt fejjel kikerülni, vagy megerősödni. Mert méltánytalanság a busz megállóba is fogja érni őket, meg a boltba is fogja őket érni, meg amikor egyetemisták lesznek, ott is fogja őket érni. Tehát inkább az eszközöket próbáljuk szülőként, pedagógusként, igazgatóként, tehát az egész környezete. Így aztán eljutottunk odáig, hogy kialakult egy olyan családi hangulat, amiben el tudtuk hitetni, hogy minden felnőtt pedagógus, aki az intézményben van, a konyhák, a szakácson keresztül, a takarítónéniken keresztül, az udvaroson keresztül, mindenki. Tehát ebből adódik, hogy tanuljuk meg a gyerekek keresztnevét, szólítsuk őket keresztnéven, és ha már megszólítottuk, legyen hozzá egy pár jó szavunk. Érdeklődjünk irántuk, beszélgessünk. Aztán kialakult egy ilyen, azt hiszem, hogy ez általános betegség minden pedagógusnál, hogy amikor szeptemberben visszaérkezünk, minden alkalommal azzal kezdődött, 40 éves pályafutásom van, minden alkalommal így kezdődött, hogy panaszkodtunk a diákokra, hogy a nyáron milyen neveletlenek voltak, hogy észre se vették, hogy ott van, nem is köszöntek. És amikor igazgató lettem, akkor mondom nekik, hogy hát gondolj csak végig. Emelje fel a karját, aki tudja, hogy miért született abba a családba, hova született, egy sem emelte föl. Emelj fel a karját, aki megválasztotta, hogy mikor született, egy sem emelte föl. Tehát akkor még az is elképzelhető, hogy fordítva is lehetne, hogy akik most diákok, ők a hamarabb születnek, mi meg később, ők lennék a tanárok, mi lennék a diákok. Tehát mi alapján feltételezzük, hogy mi fel vagyunk jogosítva arra, hogy nekünk aztán kell ám köszönni. Csináljunk olyat, hogy mi köszönünk előre. Én leszek az első, aki ezt bebizonyítom. Ahogy az udvaron találkozom, ha tízszer találkozom, akkor tízszer, megelőzöm a köszönésbe. És az kollégák jót nevettek először, aztán kipróbáltuk. És uram, lásd csodát, egyszerűen már a diákok próbáltak megelőzni bennünket. Úgyhogy ez a szeptemberi siránkodás megszűnt, hogy milyen neveletlenek a diákok. Kedvesek, aranyosak voltak, mosolyogtak. Mi is rájuk köszöntük, hát mit, van ilyen gyerek, hogy mit tudom én, Walkman van a fülibe, elmegy mellettem, akkor én köszönhetek, nem betegsz, hát én még köszönhetek neki. És akkor kialakult egy ilyen, úgy is mondhatnám, hogy egy olyan bonyhádi gimnáziumi hangulat. Igen. Ezzel, ami talán nem jellemző más iskolákban. Igen. Nem csak tanárként, hanem politikai pályán is, és egyébként a közéletben is jelentős tevékenységet látott el. Ez hogyan jött az életébe? Hát az történt, hogy 90, ugye volt a váltás, és akkor megkerestek engem az MDF-esek, hogy káder hiány van, vállalnék-e képviselőséget. Na most én mondtam nekik, hogy
az a helyzet, hogy én nem szeretnék egyetlen pártba se belépni, nem amiatt, mert valami magasztos gondolatok gyötrelmében élek, hanem amiatt, hogy én érzem annyira autonóm személynek magam, hogy ha van egy előterjesztés, akkor van arról egy véleményem. Most engem nagyon zavarna az, hogyha én ezt a véleményt egyeztetnem kéne valakikkel, amit nevezünk pártnak, és akkor többségi véleményt kell nekem tolmácsolni. Tehát, ha ők elfogadják azt, hogy ilyen párton kívül, akkor szívesen. Érdekel, hogy hogy is működik ez a demokrácia. És akkor így kerültem be a testületbe, így kerültem a megyei közgyűlésbe. Úgyhogy itt két ciklusba, Bonyhádon meg öt ciklusba képviselősködtem. Amikor az MDF megszűnt, akkor pedig a fideszesek kértek föl. Ugyanez a feltétellel mondtam, természetesen, szívesen, ha tudok segíteni, de nem szeretnék egyszerűen belépni a pártba. Aztán ilyen szakmai karrier, az pedig úgy lekötött. Tehát jöttek a sikerek folyamatosan. Elsőben a kollégák teljesítménye alapján. Az Arany János programban nagyon szép sikereket értünk el. Országos híre lett ennek a gimnáziumnak. 22 leggimnázium családjába bekerültünk ezzel az Arany János programmal. Aztán hangos sikerei lettek a tanulmányi versenyek alapján a Bonyhádi gimnázium. Megjelent itt-ott-amott. Aztán kitaláltunk egy olyat, hogy ezt az iskolát népszerűsíteni média nélkül nem lehet. Na akkor aztán csináltunk ilyen rendhogy irodalmórákat, a Hobóéktól kezdve, Eperjesig, számos. És minden hónap, akkor a következő hónapban meg tudom én, jöttek a természettudók, akkor Cejzer Endrétől kezdve, tehát mindig olyan személyeket hívtunk, akit ők szerettek volna, hogy jöjjönek el. Aztán ennek olyan nagy sikere lett, hogy fölfigyelt az egyház, fenntartunk, és kértek, hogy akkor országos rendezvényként csináljuk ezeket. Most így fordult ez elő, hogy igazgatóságom alatt nem volt olyan miniszter, nem volt olyan államtitkár, aki ne jött volna le Bonyhádra. Nem a két szemünkért, hanem olyan programokat szerveztünk, többségben tehetséggondozással kapcsolatosan. Aztán jó hátszerünk volt az Arany Jánoson keresztül a Debrecen Egyetemen, onnan is patronáltak bennünket. Úgyhogy így úgy is mondhatnám, hogy országos hírűvé vált. Aztán szerencsém volt, hogy beválasztottak az Olimpiai Bizottságba. Igen. Majdnem 20 éven keresztül Olimpiai Bizottságba tevékenykedtem. Ott pedig mindig hoztuk az első vonalbéli sportolókat. Olimpiai napokat tartottunk minden évben. A 4 évenként pedig akkor nagy eseményként nagy versenyeket, olimpiai vetélkedőket, egyebeket rendeztünk. Aztán a diákok sikere alapján, meg ezek a konferenciák alapján az a tisztességért, hogy Sólyom László köztársasági elnököd is eljutott a híre Bonyhádi gimnáziumnak. És egy beszélgetésre meghívott a Sándor palotába, és beválasztott a úgyhogy bölcsek tanácsa. És csak ilyen oktatási témákkal kapcsolatos előterjesztéseknél konzultációra meghívott. Nagyon sokrétű tevékenységet folytatott, aminek a középpontjában mind a diákok, a tehetséggondozás és az ezzel kapcsolatos gondolatiság áll. A családja hogyan állt ehhez a kérdéskörhez? Hát a feleségét őt ugye tanárként én ismerem, tehát ő egy önök nagyon szépen együtt dolgoztak. Mi diákok így láttuk. Igen. Hát az a helyzet, hogy két gyerekünk született, teljesen véletlenül az Attila fiam az a kertészetemre ment szőlészborásznak, most kertépítéssel foglalkozik, a lányom ő pedig teljesen véletlenül testtanulói pályát választott, TF-et végezte, most Szűdligeten igazgatóhelyettes minőségben tanít. Hát aztán, akkor az alma nem esett messze a pályától. Igen. Aztán születtek az unokák, a legidősebb unokánk az már jogi egyetemet végzett, ő a belügyminisztériumnak kapott állást. A Attilánál a második gyerek, a Zsombor, egy rendkívül tehetséges, mozgékony gyerek, testnevelési tagozatos általános iskolából ide került a gimibe, itt érettségizett, és
Hát itt mindent csinált. Tehát tornázott, atlétizált, labdajátékban mindenben benne volt. És most ő kaszkadőrösködik. Most ez a filmgyárral van szerződése, és elvégzett ilyen kaszkadőr tanfolyamokat. Egészen különleges. És, igen. És ott a legkisebb, a Bubu, ő most gimnazista, másodikos gimnazista Budapesten. A Gaminál két unokánk van, a Balázs, ő focizott kiskorától kezdve, mert édesapja egy focista volt, a Fradiba focizott, Opavszki Balázsnak hívják, és hát ő eljutott egészen a válogatottságig, a U17-es válogatottban ő eljutott egészen a kapitányságig, akik kint voltak a Európa-bajnokságon, úgyhogy nagyon, nagyon jól ment neki. Most ő elvégezte utána a közgazdász angol nyelvi közgazdász szakon, most meg a jogi egyetemre jár. A húga, a Réka, ő pedig Sződön nekiállt kenúzni. Most már 11-12 éve kenúzik, nagyon szép sikerekkel, úgyhogy ő korosztályos világbajnok lett kenuban, olimpiai számban, és már 18 éves korában a kenu 4-es felnőttel, akik Európa-bajnokságon másodikak lettek, már abba szerepelt. Most benne van a Párizsra készülő olimpiai keretbe, úgyhogy edzőtábor hátán edzőtábor van. Most már 20 éves, tavaly leérettségizett, úgyhogy most teljes válszélességgel irány az olimpia. Ez a nagy álma. Akkor van kit motiválni. Hozott magával egy kiadványt. Igen. Amit a nézőknek majd megmutatjuk mindjárt közelebbről is, amit a 80. születésnapjára kapott. Kiktől kapta ezt a... Hát ezt a Máté Réka tüneményes tanítványunk, aki a Népújságnak is folyamatosan írja a cikkeket, fotózik, az egész család fotós, és ő atlétizált nálunk, jó kis diszkuszvető csapattag volt, és az ő fejébe jutott, az ő agyába jutott ez, hogy csináljon egy ilyen albumot, és az a korosztálybélieket, akik akkor atlétizáltak, amikor ő, azokat szólította meg, és hát nagy öröm számomra, hogy elő tudott keríteni nagy távolságba, csak úgy érdekességképpen mondom, hogy például Sauder Gábor, az most Kanadában a műúszó válogatottnak a kapitánya, még őt is elérte, még ő is írt bele egy pár szót. Nagyon jól esett, ahogy visszaemlékeztek ezekre az évekre. Személyes, egészen személyes igen. Történetek és írások igen. Vannak benne. Nagyon aranyosak, igazán lélekemelő. Az ember ugye elgondolkodik rajta, hogy nem hiszem, hogy van még egy ilyen szép pálya, mint a pedagógus pálya, hogy nem is tudja az ember, hogy mikor, milyen mondatával, vagy milyen reakciójával, milyen nyomokat hagy személyiségekben. És hát ők már nem mai gyerekek, ők már túl vannak az 50 éven, és még mindig ilyen szeretetteljesek gondolnak azokra az időkre, pedig hát 4 év nagyon gyorsan elszalad. És hát az életükből ez a 4 év, úgy is mondhatnám, csak töredéke annak, amit ők megélhettek. Igen, viszont nagyon-nagyon sok olyan lenyomat marad az emberben, ami meghatározó az években bennem is, ha bár én csak 2 évet töltöttem a gimnáziumban, de mondom, időnként eszembe jutnak a gimnáziumi évek, a tanár úrral az első találkozás, a testnevelés órák, a feleségével a testnevelés órák. Én nagyon köszönöm, hogy itt volt. Még 1000 kérdésem lenne. Egyébként remélem, hogy még hosszasan tudunk majd beszélgetni a jövőben is mindezekről. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget. A nézők. Megtisztelő volt. Nekem is megtisztelő volt, köszönöm szépen. A nézőknek a figyelmet köszönöm, tartsanak velünk legközelebb is.